Üdvözlök mindenkit a Videodrome filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Kill Bill első részéről. A film egyik ikonikus karaktere Gogo Yubari. Neve kettős utalás, a Gogo a Speed Racerre, a Yubari pedig a filmfesztiválra, ahol először mutatták be Tarantino Kutyaszorítóban című filmjét. Chiaki Kuriyama színésznőt azért castingolta Tarantino a szerepre, mert nagyon kedvelte a Battle Royale-ban. Az eredeti tervek szerint Gogo kettő karakter lett volna, a Yubari testvérek. A forgatókönyv ezen változatában Gogónak nincs dialógusa, csak a testvérének, Yukinak. Ennek is köszönhető, hogy Gogo halála után a filmben lett volna még egy chapter, Yuki bosszúja. Pont ehhez kapcsolódik, hogy a második részben nem láthatjuk a Pussy Wagon-t. Ugyanis ezen sztori szerint a Yuki bosszúja fejezetben Yuki felrobbantotta. Tarantino Oranishi szerepére egy japán színésznőt keresett. Azonban ekkor látta az új csapást, nagyon megtetszett neki Lucy Liu játéka, és felajánlotta neki Oren karakterét. A forgatókönyv szerint a mennyasszony lefejezte volna Oranishit. Később bekerült a forgatókönyvbe, azaz tényleg Hattori Hanzo kardja mondat, és ezek után Tarantino úgy gondolta, hogy ennek mindenképpen el kell hangoznia, ezért átírta Oren halálát. Ugyan a film szempontjából nagyon fontos, hogy a mennyasszony szerez egy Hattori Hanzo kardot, de valójában csak Oren töli meg ezzel. Kettőjük párbajánál, amikor elhangzik, hogy nem adok neked többet 5 percnél, nos onnan pontosan 5 perc van Oranishi haláláig. Hattori Hanzót Sonny Chiba játssza a filmben. Tarantino két ok miatt választotta a színészt a szerepre. Egyrészt nagyon kedveli Sonny Chiba Street Fighter filmjeit. Másrészt a színész a 80-as évek elején játszott egy japán tévésorozatban, a Shadow Warriors-ban, ahol a karakterét Hattori Hanzónak hívták. A kardmester sushi étterme Okinawában van. Nos, ez azért érdekes, mert a japánok szerint Okinawában lehet kapni a legrosszabb sushit. Azonban a film története szempontjából stimmelhet, hogy itt nyit éttermet, hiszen valószínűleg senki nem jönne be ide sushit enni, ezért békén hagynák. Tarantino Bill szerepét több színésznek is felajánlotta, többek között Jack Nicholsonnak, Kevin Costnernek, Mickey Rourke-nak, illetve Kurt Russellnek, de mindannyian visszautasították a felkérést. Akit talán a legtovább győzködött Tarantino, az Warren Beatty volt. A rendező egy interjúban mesélt arról, hogy amennyiben a színész elfogadta volna a szerepet, Bill karaktere sokkal inkább James Bond-szerű lett volna. Az eredeti forgatókönyvben Bill karaktere méregkeverő mester. Ennek is köszönhetően az osztag többi tagja is folyamatosan mérgeket használt volna. Tarantino úgy tervezte, hogy mindig ki legyen írva a képernyőre, hogy a karakter milyen mérget alkalmaz. Végül aztán ezt az egész vonalat kihúzták a forgatókönyvből. A Pussy Wagon Tarantino saját autója. A mai napig ház előtt parkol, és a Kill Bill 2 előtt ezzel járt, hogy promózza a filmet. A film TV változatában leretusálták az autóról a Pussy Wagon szót, és átírták Party Wagonre. Azonban annak ellenére, hogy a rendszám is a Pussy Wagon elnevezésre utal, azt mégsem változtatták meg a TV verzióban. Az, hogy a nagy mészállás közepén a kép fekete-fehérbe vált, kettős funkciót tölt be. Egyrészt tiszteletadás a régi kungfu filmek előtt, melyeket Amerikában tévében úgy adtak le, hogy amikor véresebb jelenet jött, akkor átváltott a kép fekete-fehérbe. Másrészt, amikor beadták a Kill Bill 1-et a besoroló bizottságnak, ők úgy nyilatkoztak, hogy valamit kezdeni kell ezzel a jelenettel, ugyanis túlzottan véres. Annak ellenére, hogy a rendezőnek nem ez volt az eredeti terve, végül úgy döntött, hogy a fekete-fehérbe váltást alkalmazza megoldásként. Tarantinónak szintén meggyűlt a baja a besorolóbizottsággal, mégpedig a film előzetese kapcsán. Kiadták a rendezőnek, hogy a trélerben nem lehet vér. Végül itt azt a megoldást alkalmazta Tarantino, hogy az előzetesben megváltoztatta a vérszínét. A rendező eredeti tervei szerint Johnny Moe szerepét Michael Madsen játszotta volna. A felolvasó próba során azonban úgy döntött, hogy a színészhez sokkal jobban illene Bill testvérének karaktere. Ezért Johnny Moe szerepét Gordon Liu-ra osztotta. Tarantino egy interjúban mesélt arról, hogy a Kill Billnek két fontos inspirációja volt. Az egyik az 1971-es Hennick Holder című western. Ebben a főszereplő nő bossz után, miután megerőszakolják és megölik a férjét. A másik inspiráció az 1968-as A mennyasszony feketében volt. Ebben a főszereplő hölgy férjét véletlen lelövik, majd utána listát készít és bosszút áll. A mennyasszony harcában a Crazy 88-tel több jelenet is van, ami az 1971-es Manája című spagetti westernre utal.
A nagy harc előtt megfigyelhetjük egy alsó kameraállásból, hogy a mennyasszony cipőjének talpára az van írva, hogy fuck you. A színészek azzal prenkelték a vágót, hogy amikor befejezték egy jelenet felvételét, mindig belenéztek a kamerába, és azt mondták, hogy hello Sally. Az azonban nem derült ki, hogy Sally Menke mennyire értékelte a tréfát. Azt a jelenetet, ahol a mennyasszonyt láthatjuk motorral a tokiói forgalomban, valójában Los Angelesben vették fel, és az alagút szerepel a Szárnyas fejvadászban is. Tarantino egy interjúban említette, hogy amennyiben Bruce Lee még élne, valószínűleg könyörgött volna neki, hogy legalább egy apró szerepet vállaljon el a filmben. Tarantino a munkálatok megkezdése előtt letiltotta a digitális effekteket. Ennek köszönhetően a filmben csak praktikus trükköket láthatunk. Hát ennyi érdekességet sikerült összeszedni a Kill Bill-ről, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!